Tóvizét három helyen, a női strandon, a férfi strandon és a homokos strandon ellenőrizték a Szabadkai Közegészségügyi Intézet szakemberei, mondja a Gorán Gábricsa, a Park Palics közvállalat igazgatója. A szakemberek elemzései azt mutatják, hogy a palicsi tóvize alkalmas fürdőzése, állítja a karbantartó vállalat igazgatója. A vízminőségét nem állt módunkban ellenőrizni, plusz 35 fokon azonban tettünk egy körsétát a férfi strandon, amely ott jártunkkor gyakorlatilag üres volt. Nem úszok, csak tusolok. Ez szégyen, hogy senki sincs a tóparton. Katasztrófa. Síralmas állapotban van a férfistand mólója. Évek óta nem javították már. Az igazgató annak helyreállítását felesleges befektetésnek tartja, hiszen úgy tudja, hamarosan külföldi befektető érkezik, aki majd mindent helyreállít. Nem tudtuk meg, hogy eddig hány külföldi befektető jelentkezett. Igaz, tavaly érdeklődött a szlovén terve Olimia, ám visszalépett. Úgy tudjuk, hogy a fürdőzés idény a Palicsi tavon EHO 29-én kezdődik, addig helyre lehet még állítani a hiányosságokat. Ugyanakkor a most felújított női strandot a jövő hónap végén adják át rendeltetésének. Ennek tudatában csak remélkedhetünk, hogy visszatérnek Palicsra azok a fürdőzők, akik immár több mint egy évtizede elkerülik a tavat.